nézzétek el nekem, hogy nekem is egy kicsit elcsuklik a hangom. Ilyen mennyiségű magyar játékost Euro Truck Simulator 2-ben, tudom, hogy augusztus 20-a az rásegít, de ez valami iszonyatos. Tehát itt vagyunk az NBSC-ben. Ha csak a tabra ránézünk, elméletileg, ha beindulna ez a szar pillanat, még az én kezem is megremeg. Elméletileg 50 játékos van itt Európa 3-as szerveren, ha jól látom. Már pedig 48-49 között ugrál a szám. De igazából azt nézzük meg, hogy hányan vannak itt az NBFC-ben, mert hivatalosan innen indul a konvojom. Én szervezés konvojom, remélhetőleg legjobb jó is lesz. Hát nézzük egy kicsikét körül, jó? Apex, Bandita, Nidro, Gyenei László, Lord Minator, itt vagyok én bal oldalon, Chris Tracker, Pityuhum, Mismu, Mono, Patrick 05, Zatolán, az Ökoman Kft-től, Fefe 64, Atitak, Turbo The Boy, Anonymous, Roberto, Kovács kollega, Ates, Ugrizó, Toma, Dökaré, Kingrey... Tehát, hogy mindenki állítsa le a motorját. Ne hagyja ki semmit, Barnabás, Becuska, Miluka, és ez csak az első sor, jön a hátsó sor. István 300, Zoli, Hunzoli, Ádám 003, Genesis Hun, régen kedves kollégánk, Adam 99-11-30, Stupil, igen, Apex, aki fölvette, Gógabi, Kosi Bálint, Józsi 11-27, remélem egyelőre nem hagytam ki senkit, hiszen folyamatosan érkeznek még ide játékosok. Csak azokat olvastam fel, akik jelen pillanatban itt vannak a cégen belül. Hihetetlen mennyiségű magyar játékos, mondom csak el, hogy rekord létszámba vagyunk. Saját szervezési konvojomon még ennyi játékos soha eddig sziasztok, nem jelent. Sziasztok innen, hova fog menni? Ja, egyébként én is beszereztem ilyen magyar vásári drazsét. Tudom, direkt megmutatom így kamerába, mert szokott lenni. Csak annyit mutatnék, hogy fordítva van rajta a ragasztás. Ez egy... nem szoktuk. Ez egy Dunakavics, nem is francia drazsé, Dunakavics. Fordítva van rajta a zászló ragasztva, zöld, fehér, piros, de mondjuk azt, hogy magyar színű. Hogyha már kevésbé bírom idegileg ezt a konvolt, akkor ezt fogom rákcsálni. Meg akkor én is egy kicsikét csendben maradok. Úgyhogy hivatalosan is megbontottam az olasz Dunakavicsot. Hosszú a nap egyébként, tehát hosszú lesz ez a két kör oda-vissza Budapestről Budapestre, tehát Magyarország két kör az mindig hosszú, általában 3 órát szoktunk rászánni. Úgyhogy tudom, Talisztájra nem beszélünk, de mégiscsak ünnep van. Kedek is serkentő. Egy közös dudálást szeretnék mindenkitől kérni, és indulunk. Köszönöm szépen! Azt a mindenit, gyerekek! Elképesztő! Igen, nehéz erre szavakat találni ilyen létszám mellett, csak nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy ésszel közlekedjen és ésszel vigyük végig ezt a konvojt, mert... akkor... történelmet írunk. Na, köszönöm szépen mindenkinek, akkor indítom a konvojt. Mindenkinek jó utat, balesetmenteset. Oké, köszi. Neked is. Neked is. Mindenkinek köszönöm szépen még egyszer a részvételt. Köszi szépen, 60-nal megyünk tovább. Mondom, 60. Álljál meg! Most álljak meg? Most ebből gyorsítottam. Gyerekek! Mi baj lett? Most menjünk, vagy álljunk meg, menjünk, álljunk meg. Azt a jó isteni! Összementetek mi? Fogadjunk. Vagy fel így mi? Hát a kamionos sport benne van. Bronzkori fokos. Egyszerűen megmunkált fokos. Bronzkori fokos.
Egy érdekes kommunikáció zajlik itt a CB-n közben. Faszagyé! Hú, ott vannak a tehenek, oda nézzetek. Magyar tehenek, magyar földön, legelésznek. Faszagyé! A iminek van egy sajátos kommunikációja, nem feltétlenül értjük mindig, de van egy kifejezése. Krisz, mert ez gyorsabban, mert 50 emény, ha jól látom. És igen. Úgy reflektorozok folyamatosan. Jó, oké. Csak még nagyon süt a nap. Ezt nem látom. Mehetünk 70-nel is tőlem, tehát... Csak értitek, akkor... Nem akarom szétszaggatni sem már a sort. Akik hátul vannak, gyertek. Meg ugye, akik hátul vannak, lehet, hogy nem is hallják, hogy mi itt elől beszélgetünk. Krisz, amúgy kim vagy a jobb oldali monitoromon, azon nézlek. Látom a fejedet is. Hát, annak is megvan a maga szépsége, nem azt mondom, hogy mindenkinek tetszik. Hát inkább az utat figyeld, ha javasolhatom. Az fontosabb lenne. Ugye itt stráda lenne, akkor tudnánk gyorsabban is haladni, de hát nem merem még a 70-et sem megkockáztatni. Bálin, ne beszélj már, mert megsüvetlünk tőled, basszus. Nagyon irritáló, hogy ilyen hangodban. Vagy hallgatos mikrofonon, vagy szereld meg. Szereld meg a hangodat? Mindenkinek van egy hangja. Figyelj Kriszt, mehetünk egy 70-szeren, bírni fogják, hát hátul 70-nel jönnek miattunk. Oké, akkor gyorsítunk, jó? 70 vagy 80, meglátjuk, hogy bírjátok. 70 szerintem. De a kanyar után... Majd, ha lehet. Átkezésed mennyi, akkor könnyed bejönni. Ti tudjátok? Tudjuk a 70-et. Kíváncsi vagyok, mikor lesz a... Jelzés hátulról, hogy baleset. Nyerünk akkor 70. Jelzett elő, hátul karambol volt egy kicsit. Mit ma? Kicsit fennakadás volt. Most fogadjuk azért, mert lassan gyorsítottam. Oké, köszönjük. Én tartom a 70-et, srácok. Mert akkor meg az a baj, hogy lassan megyünk. És azért van karambol. De nyilván a laggok miatt van. Ezt megértjük. Megyünk tovább. Oké. Ilyen köszönöm a hibát. Tudjuk, ezt már mindenki tudja. Ezt tudjuk, ezt... Én vagyok a hülye, hogy konvoj szervezek. Nem, a nagy képviség nem az őrű. Az másik. Ez... Ne is menjünk bele ebbe. Előztem ki mindenki. Mennyi és annyi, mennyi. Köszönjük, hogy jeleztél. De van, aki nem szokott jelezni, csak azért. Tovább nem tudom. Figyelj egyszer. Nem is baj. Krisz, kecsa. A szerelmes dolog, ezeket inkább hagyom otthon. Köszi. Bocs. Krisz, akkor egy kicsi baleset történt. Vigyázzatok. Már hívom is az autómentőket. Adom az ötletet. Mit tudok csinálni? Lassabban tudok menni, ennyi. 60. Péres, nem mondd már ki mindig a teljes nevét. Irritáló. Elég annyit, Krisz. Nem inkább kamionmentőt kell amúgy hívni, Krisz. Valószínűleg tud segíteni az autómentő is. Hidró előz, vigyázzatok, külsősebb. Megvan a végzettsége. Engedjétek el. A külsősebb, ahonnan próbálkozom. Kül, de miért nem tud belülről? Jó, nem, mindig nem szól bele. Bocsánat. Baleset történt. Mögött előtt el, Krisz megölt. Megálltak. Fel is borultak. Oké, okay, rendben. Rendben, megállunk, szembeforgalom ilyen. Sziasztok, jó utat. Gyerekek, most jönnek Kriszék. Egyszer hagyjátok meg őket. Jó, nyugi Krisztok. Sziasztok. Gyerekek, ez jó lesz. Mit csinálod a hülye? Azt a kurva. Durmozták. Jézus, ami ez itt. Vigyel, ledobjuk a tizét Európa 3-as. Az ott hülyes szembe? A kéten boly találkozott. Szevasztok. Érezi mindenki. Sziasztok. Az gyönyörű volt. Mindenki óvatosan. Jézus! Jó, én nekem így akar bulit bulit? Azt a kurva! Azt a kurva! Szombat este! Mi a geci? Hallod, itt neki mentek Márknak, én majdnem lepattantam Márknak. Puszik a hasatokra! Mi van az, hogy nyomom a H betűt, baszki? Én majdnem neki mentek a kúnak. Hallod, mi szegélyen? Ezek annak, hogy már a halljátok! Azt a kurva! Ebbe akartuk!
ez lett volna izé, óriási történet. Na éges színni. Fékezzetek meg, hanyarodni kell majd. Hallod, számolnánk ki. Duisburgba így bemenni. Ennyi ilyen. Úristen, várjál! Várjál meg, hogy jönnek, Gocsi. Azt a rohadt ez, mi? Hát nekem az 50-es piacra most lemenni valami, ha... Én itt megállok oldalt, jó? Mindenki csak... Én is megálltam, ahol van a kereszteződés és tábla. Itt a vasút után. Én ott álltam meg. Csak ex. KSC, én itt a bozótban megálltam, jó? Gyere be meg én. Sziasztok, én Ádám vagyok, ti. Ádi, most kezdj el, hogy kérdés szoktál el. A mi konvojunk él. Jelentem élek. Minden élek. Hallod, ki? Jelentem. Mond. A szemafornál álltunk előttem. Megáll ilyen poszpídes, izén polgos, gyertek majd. Hát azért, mert pont akkor kezdtem fordulni, mikor a csávó vagy egy hatalmasat lankolt. Mondom, inkább be se tudok, Gerti. Poszpíd. Hát gyerek, meg csak azt látom, hogy felszínt valami fehér. Jól érte mindenki? Ebbe gondoljatok bele. Gyertek, srácok. Ádi írtak. Kedvedről milyen frekvencián beszélünk. Ádám, még klimatizál. Elindultok még máma? Menjetek! Mi megyünk már. Most úgy tudjátok mi kéne, nem ez a francia drazsé, vagy mi a faszom ez? Dunakavics, amit itt rákcsálok, lószár. Fütyülős pálinka. Azt kéne most legújítani egy kottyal. Tudom, hogy vezetés közben nem szabad inni, de... Néha... Néha megértem. Felszakadozik, mint a kőgésem. Nos, látok, a második körre ezt nem fogom komolyan venni, ez eddig tartott. Mindenki megyen már alá. Majd jön aki akar. Című történet lesz, ez kicsit át fog fordulni a visszafelé. Jobb vagy bal, fönt vagy lent, előz az a lényeg, ő előzett. Akkor jó van, Nimi, hát hadd csinálja, hát ha nem tud, nem tud konvojba konvojozni, akkor konvojozik majd konvojon kívül. Húzva, jó beszélsz. Te se igyál már ma mást. Imi kollega, igyál még valamit. Anonymous meg más ír. Hát, szerinted én nem tudnék? Jó, zöldalmás, fütyülős. Pálinka visszafele. Az kész. Rohadjak meg, most már kicsit átfordult az agyam. Hát Iminek van igaza. Bebaszva kell jönni ilyen konvojra, az jó van. Na mi van itt már megint? KDD-t valaki főtt. Kutasi úr, hááá! Igen, elmaradtunk egymástól, guys. A lényeg, hogy Richard itt van. Jó van. Jó van, ez a lényeg. Hát az eleje mennyi a... 120-szal tekerünk. Előrövideózás. 120-szal tekerünk, alig érünk, betitek. 70-nel megyünk, egy kilométerre se többen. Mert a laggolások miatt egyébként. Most értünk be. Én 150-nel jöttem és alig értelek titeket be. Hát mit csináltok hátul? Kártyáztok? Ultisztok? Szóljatok, ha lejátszátok és akkor gyertek játszani konvojt is. Most is már 80-nal megyünk, 90. Bocs, de nekem 6 kilométerem. Ez hogy történt? Na jó, nézzük inkább a tájat, srácok, mit szóltok. A szép magyar tájat, ami nem is így néz ki, de mindegy. Úgy történt, hogy ész nélkül előzge. De nem előzök ész nélkül, mert direkt néztem a visszapillantót, és nem volt senki mögöttem. És egyszer csak mögém termett, amikor már benn voltam a sávban. Szerencsére Budapesten belül van legalább egy
tankolás helyre. Milyen anomáliák vannak itt? Hallottátok ezt? Anomáliák vannak itt. És már most annyi botrány volt, ami bőven beleférne mondjuk ilyen három konvojba, vagy négybe. Ez semmi fajta. Ez van. Mehetek én akármennyivel, srácok. Tudom, hogy a létszám miatt van, meg a lag, meg a letta, hát ezekkel már nem tudom mit csinálni. Na. Mehetek én 40-nel, a 50-nel az is rossz, 60-nal az is rossz, 80-nal még rosszabb. Figyeljetek, Budapesten találkozunk mindenkivel, remélhetőleg mindjárt ott vagyunk. Na, a tábla szerint kövessétek Budapestet, oda megyünk jobbra, egyébként jobbra. Onnan lehet megtalálni Budapest City-t, a fővárosunkat. Én azt amit fölöm a tűzi játékot idő előtt, és nem megyünk vissza. A fasz, emberek. Kezdődik? Elmondtam, hogy mozogjatok, mert az olyat is érnek. Mozogjatok, srácok, üzeni szirup, mozogjatok! Vagy annyi, hogy Y szó közelem te szóval meg tudod. Annyira túl kéne téged már beszélni. Gyúrj, de hamar, bassza! Köszi, Imi! Krisztrákkal, mikor indulunk? El vagyok! Jövő héten! Igen, akkor sokat várunk még itt. Á, bebiztos lehetsz. Nem baj, tudom, okay. A konvoj tehát folytatódik az ellentétes irányba, ahol eddig jöttük. Mindenkinek további jó balhézást kívánunk az ünnepi konvojon, köszönjük szépen. Egy dudálással megindulunk. Viszont! Nyomassátok magatokat! A rohadt életbe! Zengjen egész Budapest! Köszönjük az új nézőket közben! Jó, oké. Remélem, mindenki rajta én, van. Sanyi, ja, itt közben kinn is vannak. Ó, zirupék, jaj, de jó. Oké, na gyerünk. Tényleg, Krisz, ha most ugyanazon az úton mögünk visszafirakot alatta, megyünk? Majd megyünk rendesen. Ne adjál ötleteket! Köszöntök mindenkit a csatornán, Chris Tracker vagyok. Ez alkalommal pedig Euro Truck Simulator 2 játékban az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából azt találtam ki, hogy hát egy ilyen forradalmi nagy baromságot sikerült meg itt kitalálnom, méghozzá azt, hogy Going East DLC-ben Magyarország területét körbe fogom tolatni. Budapestről indulva, így Budapest, ezen az útirányon át, így Pécs, Szeged, Debrecen és vissza Budapest. Ez 1000 kilométeres távkereken le lett mérve. Ezt fogom most végig tolatni, pótkocsi nélkül. Á, kurva életbe! Vigyázzatok az utamból most! Is? Ideg, itt mi bejöttem, Mónika? Gyertek jobbra, balra, jobbra, jobbra, aztán balra! Jobbra, jobbra, mindenki aztán jobbra. Aztán meg fel. Igen. EU 3. Te átférsz, te átférsz, nyugodtan menjél. Így most ér a trollkodás. Itt most gyerekek, most élvezzétek ki, mert ez a második kör most úgy döntöttem, hogy erről szól. Mit szóltok? Zúzzunk! 70-80 százas tempó. Jó, nyilván nem ez a célunk, de vicces lenne. Ez nem a Duisburg szervíz, igaz? Jó. Ervíz az nincsen. Add ezt engedjétek már be, légy szíves! Add ezt! Jó, köszönöm! Gyere be! Add ezt! Hova a faszba kell menni? Ja, most megyünk izé fele, mi? Faszom tudja, mit tudom én. Szeged, Debre, ah! Jaj, Bréko, Bréko, Debrecen balra, Bréko, Debrecen táblá felé megyünk, Bréko, Bebrecen. Vigyázzatok tábla! Mit csapa? Sorry! Elnézést kívánok, megyek már. Nem ittam semmit, mielőtt megkérdétek. Ilyen idegállapotba jöttem, Mónika. Most kizúzzuk a belit is a csoportnak. Aki kapja marja a végére, aki marad, marad. Itt a naplemente konvoj megkezdődik. Amíg a nap is rács! Gyerünk, gyerünk, kap a kocsit, hajt! Az igaz. Az de jó is lenne.
Nem copyrightos, mert esküszöm bebaszom. Mindjárt. YouTube-ról. Apa kocsi faj. Két kézzel, egy kézzel, kéz nélkül apa kocsi faj. Apa ideges, hű de ideges, apa bizony. 10-re vagy 20-ra lassítsunk kilométerbe. Mi a... Elég lesz, hogy az 50. 50? Oké. Okay. Hát, ahogy gondolod, ahogy gondolod. 50. Megértettem. Konvoj szervező úr. Nem át. Csak gondolom. Legyen 50. Te licit lezárva. Lezártam a licitet. Oh, sorry. Bocs. Kamiont is vezessé, meg élőadást csináljál be, az meg hát hány felé szakadják. Csetet olvassam, szevasztok közben. Cseten. Srácok, új nézőket is köszöntöm, a becsatlakozókat. Hát ez van. Én voltam. 25 kilométer, az jó ötlet tényleg. 25, annyi van, menjünk? Oké, megvettem. Valaki beírt a kommentbe. Nem figyeltem, bocs. 25-ös ping. Csak itt megint valami heppaj van előttünk. Hát már lassan megyünk, de hát menjünk lassan. Megyünk, csak viszmún előtt történt valami, meg egy picit lagból aztani távolságot kell tartani. Magyarország, ilyet én még nem én basztam, Magyarország. Még a Kutasit is megelőzöm 50-nel, bazzeg. Tiszteletem az úrnak. Kutasit engedjétek már valit. Köszi. Hova? De a konvojba? Húvából csak a baj van. Azért Richard, ne tudod már látni. Szerintem bassza a csőrötöket. Ennek én már leszarom, én már jó. Azért is jól fogom magam érezni, nem szarom. Ti mit csináltok itt hátul? Figyelj, be is, beúzom a kéziféket mindjárt, rátok meg. Magyarország, ide ne szervez konvojt, Magyarország. Ilyet csak álmomban láttam, Magyarország. Én következem, engem fogsz most letolni? Kutasi úr. Fogadjunk. Bár nem vagy a videóban, nem kell aggódni. Látunk, persze. Nehogy kimaradjál. A jóból. Tempó 70, srácok, 70. Mit szóltok? Gyors, mi? Tudom. Nem konvoj tempó egyáltalán. Szó sincs róla. Egy autósztrádán 70-nel menni konvojba, az tudom, hogy durva nagyon. Az ilyen halálos iramban. 120. Azt akartam, úgy kezdtem, hogy 120-szal fogok menni. 2 métert nem mentünk. Kijöttem Budapestről, már szétszakadt az egész. Kész, vége, meghaltak. De nem akarom azt se érted, hogy konvoj feladatban meg eltéved Magyarországon, azon a két úthálózaton, ami van a játékban. Úgyhogy inkább engedek a nyomástak, lassan megyek. A táj nem rossz. Traplex szerint. De. Nem olyan sivatagos, mint Új-Mexikó Amerikában. Valóban, ahhoz képest változatos. Hát igen, Traplex. Aki tudja értékelni a legkisebbeket is. Belső sáv. Pa, Richard Kutasi megállt, vigyázzat! Akkor én... Baleset történt, eltelták az egész autópályát. Megállt, oké, félreállok! Ez is szép volt. Vigyázzat, nem vagy hátul! Vigyázzat, nem vagy hátul! Vigyázzat, nem vagy hátul! Nem értem, mit történt. Oké, megállok, oké, vigyázzat! Figyelj, megállok, oké! Jó van, bocs, mert na... Semmi, csak hülyeskedni, ne vagyál, poj az egész, poj, vegyük poj-re! Yeah. Megálltam, ege. Nagyon-nagyon-nagyon baj. Baleset történt hátul, fiúkák, az a baj. Ne. Megálltam. Baleset.
nullára megállok, jó? Nulla. Kilométer per óra. Null. Kettő. Egy. Állj már meg. Nulla. Még a motort is kikapcsolom. Azt figyeld. Állj meg, Krisz, légy szíves. Természetesen megállunk, köszönjük. Kár volt elindulni, bátran. Csinálunk állókonvojt, ezt már olyan régóta tervezzük. Hogy csak na. Benzinkúton megállunk, természetesen megállunk. A videósok kedvéért 4 kört teszünk meg a pillangóban, 4 kör a pillangóban, 50-es tempóval. Köszönjük szépen. Mindenkitől fokozott óvatosságot kérek. Vétel és vége. Videósok meg videózzanak. Tehát lehetőség csinálni a szebb-nészebb videókat. Én is. Kár, hogy sötét van, de mindegy, most ezt így sikerült. És most következik a pillangó hatás, hölgyeim és uraim. Na, hivatalosan is kijelenthetjük, hogy nem fért be a konvoj a pillangó kereszteződésbe ilyen tempó mellett. Nem fértünk el, annyian vagyunk. Soha nem volt ilyen szerintem. De amit látom, ez nem csak egy konvoj, hanem egy csinálat. Tényleg, ez az volt. Gyerekek, baszki, hát mik? Soha nem szó... Ez két kámszomét van, halljátok. Tudtam, hogy ez lesz, de meg kellett próbálni. És nem érdekel. Szia, ugrizó úr! Itt vagyok mögötted. Ide kerültem. Szia, Krisz, mizu. Nem fértünk be, bassza meg. Nem fértünk be, hát a faszom gondolta, hogy ennyien vagyunk még mindig. Hát soha nem láttam ennyi embert egy konvojba, hát ki gondolta volna? Az de is. Mire nagyobb kavalkád lesz itt ebbe a pillangó hatalmatból. Azt a kurva, geci. Plusz két konvoj, hogy beszédüljetek. Azt a kurva, be, nem is tudjátok, hogy hol vagytok, mi? Csodálatos. Azt a borzasztó mindenit. Gyerekek, szóljatok, hogyha vége van, ma nem törbekörön. Tudtam, hogy kellett ide egy kis káosz. Túl nagy volt a rend. Mit? Most? Igen, sanyja, igen. Na ezt figyeljétek mi. Hát igen. Tudtuk, hogy ennyi emberrel kockázatos. Ez így most. Azt mondta Krisz, tegyünk egy kört, mert jó. Videót csinál. Oké. Ha bírjátok, de akkor mikor igen. Mikor telik le az az egy kör? Az a kérdés. Jó, az is egy jó kérdés. Hát ez jó kérdés. Itt állnak a magyarok, baszki, az én felüljáron. Itt már a végén. Ha valaki szóljon, hogyha már de menjek körbe. Jó, már ez az utolsó, nekünk ez már nincs több kör itten. Jó, akkor ti megvagytok. Az első körből. Na, én is befejezem közben. Az utolsó fizeti a kör. Ja, igen, az utolsó fizeti a kör. 70. körbe megyek. Basszus. Mennyien vagytok? Szabaduljatok ki ebből a pokolból, ahol bevittelek titeket. Na, de poénnak jó volt egyébként. Na, aztán kár lett volna kiadni. Legalább kiderült, hogy nem fértünk be a kereszteződésbe ennyien. A videósok is hadd örüljenek, hát filmezzenek ilyenkor. Mármint nem a live-osok, hanem a fényképészek, ott áll, a KDD-k. Na, úgyhogy nekik is megvolt az örömük. Na, lassítsatok meg. Ebből hogy fognak összevágott videót csinálni, az már az ő dolguk. Ebből a káoszból.